Az elmúlt egy hónapon belül most találkozunk már. Szekszárd alpolgármestere fogadta Móring Józsefet. A Dél-Dunántúli régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos kedden érkezett a Tolnai megyeszékhelyre, ahol hosszasan tárgyalt Horváth Istvánnal, a térség országgyűlési képviselőjével és a település vezetőivel. Gyurkovics János azt mondta a tárgyalás után, hogy mások mellett Szekszárd vízgazdálkodási rendszeréről is tárgyaltak, és a tervek szerint a település határában egy új tározót alakítanak majd ki. Szekszárd domborzati viszonyokból adódóan itt vannak olyan időszakok, amikor gyorsan ki kell vezetni a vizet, és vannak olyan időszakok, amikor nagyon-nagyon jó lenne megtartani, és hát természetesen ezáltal víztározók öntözési lehetőségeknek a bővítése, amivel biztonságos termelést tudnánk megvalósítani. Dr. Gábor Ferenc, Szekszárd jegyzője arról beszélt stábunknak az egyeztetést követően, hogy a témák között mások mellett kiemelt helyen szerepelt a Tolnai megyeszékhely úthálózatának fejlesztése és kerékpárutak létrehozása. Tájékoztatok arról, hogy a meglévő kerékpárutakról szeretnénk a város kerékpárútjaival csatlakozni, így a Paksi-Paksoly Tolnán keresztül érkező kerékpárútról szeretnénk csatlakozást kialakítani, illetve a Sió megvalósult kerékpárút hálózathoz szeretnénk csatlakozni, és a déli városrészben pedig a Száka bekötő útra szeretnénk rácsatlakozni kerékpárútra. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője nem sokkal a találkozó után arról beszélt, több olyan fejlesztésről is sikeresen tárgyaltak a kormánybiztossal, ami nem csak Szekszárd, de a régió érdekeit is szolgálja majd. A Tolna megyei kórházban lévő infrastruktúrális fejlesztéseket végigbeszéljük, aminek van egy rövid távú része a 2026-ra elkészülő szülészeti nőszati blokk, illetve az egész kórház működését meghatározó kórház tömbösítési elképzeléseknek a bemutatása, és ebben kértük kormánybiztos úr segítségét, hogy ezt ő is képviselje maga csatornáin. Móring József kiemelte, a Dél-Dunántúli régió több szempontból is a legrosszabb mutatókkal rendelkezik Magyarországon, ezt a hátrányt kell ledolgozni. Ebben a folyamatban elengedhetetlenül szükséges az, hogy azok a beruházások, amelyek elkezdődtek, illetve megtervezésre kerültek, de forráshiány miatt nem kezdődtek el, Szekszárd városának tekintetében ezek mi hamarabb elindulhassanak. A Dél-Dunántúli régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos a nap során más településvezetőkkel is egyeztetett, így járt például Tolnán, Faddon és Bogyiszlón is.